több a turista a megyében is. 3%-kal több vendégéjszakát töltöttek el a belföldi vendégek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében idén. Ideje lecserélni a nyári gumikat. A nyári abroncsok 7 Celsius fok alatti hőmérsékletnél megkeményednek, nem tapadnak megfelelően, és függetlenül az aszfalt nedvességétől csúszósá válnak. Fiatal vállalkozók, hasznos tanácsok, érdekes előadások szervezése, illetve hazai és nemzetközi kapcsolatok építésében segít a FIVOSZ. Országosan 5%-kal növekedett a hazai turizmus az év első 9 hónapjában a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A KSH 2018-as felmérése alapján a megyében is fellendülés tapasztalható a turizmusban. Itt 3%-kal több vendégéjszakát töltöttek el a belföldi vendégek ebben az évben. A vidék és a megye fellendülése annak is köszönhető, hogy a kormány 2016 óta hajt végre több száz vendégvonzó beruházást a kiemelt turisztikai térségekben. Budapest a legvonzóbb turisztikai célpont jelenleg, de a vidék is jól teljesít. Országosan stabilan nőnek a hazai turizmus mutatói idén, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb felméréséből. 2018-ban, az első 8 hónapban több mint 22 millió vendégészakát töltöttek el a vendégek a hazai szálláshelyeken. Csak augusztusban a szállodák szoba kapacitás kihasználtsága közel 76%-os volt, a belföldi turisták száma pedig meghaladta a 870 ezret. Az év első 9 hónapjában országosan elmondható, hogy a vendégek száma 5%-kal nőtt a kereskedelmi szálláshelyeken, a vendégek száma pedig 4%-kal bővült, tehát egy stabil növekedés szemtanúi lehetünk. A vendégforgalom vendégészakában mért 4%-os növekedését tulajdonképpen a belföldi vendégek által eltöltött vendégészakák 5%-os növekedésének köszönhetjük. A külföldi vendégészakák száma nem ért el a 3%-ot, tehát kisebb mértékű volt. De nem csak az országos adatok tekintetében tapasztalható növekedés, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is fellendülés figyelhető meg a turizmusban idén. Itt 3%-kal több vendéget és 2%-kal több vendégészakát regisztráltak a szálláshelyek ebben a 9 hónapban az előző év azonos időszakához képest. Tulajdonképpen a megyében a növekedést szintén a belföldi forgalom bővülésre eredményezte, hiszen a belföldi vendégek 3%-kal több vendégészakát töltöttek el. A vidék és a megye fellendülése annak is köszönhető, hogy a kormány Magyarország minden szegletét szeretné bekapcsolni a turizmus vérkeringésébe. Éppen ezért részben állami támogatással 2016 óta hajtanak végre több száz vendégvonzó beruházást a kormány által kijelölt térségekben. Ilyen kiemelt turisztikai fejlesztési térség a régióban többek között Tokaj és környéke, a Felső-Tisza vidéke és a Nyírség körzete is. A legtöbb gépkocsi vezető a nyári gumiabroncsok cseréjét általában a havazáshoz időzíti. Érdemes azonban hamarabb felkeresni a gumiszerelő műhelyeket, mivel a nyári abroncsok 7 Celsius fok alatti hőmérsékletnél megkeményednek, nem tapadnak megfelelően, és függetlenül az aszfalt nedvességétől csúszósá válnak. Egyre hűvösebbek a reggelek, a hét második felétől pedig már mínuszfokok is előfordulhatnak. Ilyenkor az autóval közlekedőknek számítaniuk kell arra, hogy megnő a fékút, és ezzel együtt a féktávolság is. A téli gumik alapanyaga különbözik a nyári gumiabroncsokétól, amely ennek következtében alkalmassá teszi azt a megváltozott körülmények közötti használatra. A szakemberek szerint akár már október közepétől érdemes lehet lecseréltetni a nyári gumikat. Amikor 6 fok alá süllyed a hőmérséklet, de én szerintem október 15-e után az időjárás szeszélyétől függetlenül érdemes megindulni. Aki keveset közlekedik, annak nyilván érdemes hamarad, nem kell sorbálni, nem kell feszültséget kereszteni sem magában, sem másokban az embereknek, és akkor biztonságosan közlekedhet. A rendőrség közleményében kéri az autóval közlekedőket, hogy bár még számíthatunk a napokban 10 Celsius fok fölötti hőmérsékletre, azonban már egyre gyakrabban lehűlhet a hőmérséklet 7 fok alá, ezért a biztonságos közlekedés érdekében érdemes minél hamarabb gumit cseréltetni.
A téli gumi az egy egész más tapadást biztosító gumifajta, amit téli időszakban azért célszerű használni, bár jogszabály ezt Magyarországon még nem írja elő, mivel egészen más a tapadási, megállási feltétel ugyanazon útszakaszon egy téli és egy nyári gumival. A téli gumi az adott időszakban télen sokkal jobb és biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé. A téli gumiabroncs mintázata sűrűbb és lényegesen több lamella található rajta. Ez a gumi tapadását és így a biztonságos közlekedést segíti elő. A rendőrség arra is felhívja a figyelmet, hogy a gumik gyártási idejét is szem előtt kell tartani. Ezt a gumifalán található úgynevezett DOT számból lehet megtudni, amely a gyártási évet és a hetet mutatja meg. A 6-7 éves abroncsok, ha bár lehet, hogy a mintázatuk alapján és a bordamélységük alapján is még kiválónak tűnnek, azonban már legalább annyira veszélyesek lehetnek a téli közlekedésben, mint a nyári gumik. Hasznos tanácsok, érdekes előadások, illetve hazai és nemzetközi kapcsolatok építése, ez a célja az idén is megszervezett Fiatal Vállalkozók Hetének. Az országos szintű rendezvénysorozat megyei eseményén is bemutatkoztak a régióban élő sikeres fiatal vállalkozók, de a startupok indításához is kaptak segítséget az érdeklődők. A FIVOSZ által szervezett Fiatal Vállalkozók Hete programsorozat célja, hogy hasznos tanácsokkal, érdekes előadásokkal inspirálják a kezdő vállalkozókat, illetve segítséget nyújtanak a hazai és nemzetközi kapcsolatépítésben is. A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének tagjai 18 és 40 év közöttiek lehetnek. Országos szinten jelenleg több mint 40 ezeren alkotják ezt a közösséget, ebből körülbelül 160 a Szabolcs megyei vállalkozó. Az ebbe a korosztályba tartozók vissza nem térítendő állami támogatásokra is pályázhatnak, amely több millió forintos segítséget jelentenek vállalkozásuk elindításához. Volt egy ilyen, főleg a hölgyek körében, amikor volt a 3 millióra lehetett igényelni, ugye vissza nem térítendőre, ott nagyon sok például a Kelvin, a kozmetikus fodrászat is ilyen szépségszalonokat, ezekre pályáztak, de igazából tényleg nagyon sokrétű. A szolgáltatásokat, a különböző termékek előállítását nagy részben vállalkozók végzik Nyíregyházán is, illetve nagy arányban vesznek részt a foglalkoztatásban is, közölte a város alpolgármestere. Ebben az ágazatban is fontos az utánpótlás. Akár a családi vállalkozást viszik tovább a fiatalok, akár új vállalkozásba fognak. Jászai Menyhért kiemelte, Nyíregyháza ideális választás lehet a fiatal vállalkozók számára. A Nyíregyháza lakosság száma növekszik, a nyíregyházi korfa jobb, mint az országos átlag, tehát mondhatjuk azt, hogy Nyíregyháza mindig egy fiatal és fiatalos város, iskolaváros, hiszen nagyon sok középiskola működik, egyetem, tehát van utánpótlás, Nyíregyháza gazdasága növekszik, ezáltal nő a megtartó képessége, és egy fiatalnak, ha úgy dönt, hogy egy nagy vállalatnál helyezkedik el, vagy egy közepes vállalkozásnál, vagy önálló egzisztenciát teremt, akkor lehetősége van Nyíregyházán. Tehát ez a legfontosabb üzenet, hogy Nyíregyháza lehetőségek városa, és itt érdemes akár vállalkozni is, és hát a fiatalok azok kezdeményezőképesek, innovatívak, tehát az, ami nagyon fontos, hogy egy helyi közösségben is meglegyen, azért, hogy életben legyen a közösség, és tudjon fejlődni. A kormány a 18 és 30 év közötti fiatalok és 30 év feletti álláskeresők vállalkozás indítási tevékenységéhez mintegy 40 milliárd forintos keretösszegű pályázati felhívást hirdetett meg. Az újonnan alapított vállalkozások 4,5 millió forintot kaphatnak, ezt önfoglalkoztatásra, személyi jellegű ráfordításra költhetik. Az összeg 40%-át pedig a vállalkozás indításához szükséges egyéb tevékenységek finanszírozására fordíthatják, így például eszközbeszerzésre, bérleti díjra és marketing tevékenységre. Még az idén december 1-ével megnyílik a 10 millió forintos kedvezményes kamattámogatású kölcsön igénylésének lehetősége a két gyermekes családok számára, jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyért felelős államtitkára keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Novák Katalin elmondta azt is, hogy a három gyermekes családok ugyancsak december 1-től igényelhetik az 5 millió forinttal megemelt, összesen 15 millió forintos kedvezményes kamattámogatást.
Azért döntöttünk úgy, hogy a csokot tovább bővítjük, illetve ezt a hitel lehetőséget megteremtjük, mert úgy látjuk, hogy az otthonteremtés egy jó befektetés. Abban szeretnénk segíteni, hogy azok, akik családban élnek, akik gyermeket nevelnek, akik gyermekvállalás előtt állnak, a lehető legjobb körülmények között élhessenek Magyarországon. Kivándorlási válság van Magyarországon az MSZP szerint. Jelen pillanatban már több százezren dolgoznak külföldön, és további félmillióan tervezik, hogy külföldre költözzenek, mondta a sajtótájékoztatóján a Magyar Szocialista Párt alelnöke. Komjáti Imre szerint a kormány baráti körének gazdagítása helyett inkább az egészségügyre, az oktatásra és a szakemberek képzésére kellene költeni az ellopott uniós pénzeket. Elsősorban az uniós pénzeknek az eltiborcolása az nagyon komoly problémát okoz, mert az unió nagyon sok pénzt szán oktatásra, képzésre, munkaerő fejlesztésre. Ezeknek nagy része sajnos a kormány baráti körét gazdagítja. Arra gondolok, hogy ezt a lopás alapú társadalmat, amit itt megpróbálnak építeni, ezt nagyon gyorsan be kellene fejezni, és arra összpontosítani, hogy ezek a pénzek az egészségügyre menjenek, az oktatásra menjenek, és arra, hogy minél több magyar szakember legyen, felkészítve őket a jövő kihívására is, például a robotok terjedésére, mert erről egy szó nem esik, pedig itt van, itt kopogtat az ajtóban, ez egy nagy probléma lesz. Rachmaninov dalestet rendeztek kedden a Bencsvillában. A program közreműködői nemzetközi hírű művészek voltak, Kolonics Klára, az Operaház magánénekese, valamint Zsoldos Bálint, zongoraművész. Szergej Rachmaninov orosz zeneszerző, zongoraművész és karmester volt. Műveinek többségén elsősorban Csajkovszki, Liszt és Chopin hatása, a hagyományos formákhoz való ragaszkodás érződik. Melankolikus, késő romantikus stílusát élete végéig áthatotta az orosz folklór és a pravoszláv egyházi énekek világa. Ezen a kivételes estén a Liszt-díjas Kolonics Klára, Rachmaninov érzelmekben gazdag, a női énekhangot a legnagyobb műgonddal kezelő dalköltészetéből válogatott. A Rachmaninov ez egy új felfedezés, illetve már a diplomakoncertemen is énekeltem, de most volt ősszel a Rachmaninov Fesztivál Budapesten, ahol Zsoldos Bálint kedves zongoraművész kollégámmal összeállítottunk egy műsort, és ennek ott olyan akkor nagy sikere volt, hogy azt gondoltam, hogy ez egy kézben levő műsor is, bár nem magyarul van, mert nagyon nehéz egy magyar nyelvű dalestet összeállítani, de mégis a romantikának egy olyan szegmens, ami nagyon könnyen utat talál az emberek szívéhez. Ez tulajdonképpen egy személyes színház, ahol nincs énekes partner, nincs hivalkodó díszlet és jelmez, az énekes a dalból és saját magából teremt néhány percben összetett világot. Így van az énekesnő a dalról, amely az orosz komponisták számára soha nem egyszerű eszközt jelentett, hanem a nép őszinte nyelvét, amelynek segítségével évszázadokon keresztül felejthetetlen zenei képek születhettek. A szoprán a jövő évben ünnepli pályája 25 éves jubileumát. Eddig is csodás szerepekben léphetett már színpadra. Eddig a nagy triász az a Veri Traviata, Bánkbán Melinda és a Bánkbán Szilágyi Erzsébetje volt, de most ez fölzárkóztak a belkántó szerepek hozzá, és most azt mondom, hogy a legkedvesebb talán Bellini normája. És hát a La Mermori Lucia, a Hugenották, amiket az idei évedben az operaházba fog énekelni, ezek mind-mind különleges kedvencek. Az orosz lélek mélységeit és sokoldalúságát felvonultató, sajátos hangulatvilágú dalokat Zsoldos Bálint érzékeny és költői zongora kísérete tette teljessé. A zene után a prózái lesz a főszerep a Bencsvillában, ahol november 20-án V. Kulcsár Ildikó, a Nőklapja újságírója lesz a vendég. Döntetlent játszott Dorogon a Nyíregyháza Spartakusz. Lengyel Roland együttese az MB2 17. fordulójában játszott mérkőzésen végzett 1-1-re a vendéglátók csapatával. A Spari a 17. helyen áll a 20 csapatos tabellán.
Öt mérkőzés óta nyeretlen a Nyíregyháza Spartakusz. Lengyel Roland irányításával két győzelemmel nyitott a Spari, azóta viszont három vereség és két döntetlen a csapat mérlege. A legutóbbi fordulóban Dorogon játszottak egy-egy a döntetlent a nyíregyháziak. A vezetőedző szerint az eredménytelenség egyik oka az, hogy sérülés miatt több kulcsjátékos is kiesett a keretből. Elvesztettük a Jova Leventét, elvesztettük a Gyúrján Bencét, Gulyás Mátét, több sérülés, betegség hátráltatta a csapatot. Nem tudtuk megtalálni a csapaton belül az állandóságot. Néha nem is azon a poszton játszottak játékosok kényszer miatt. Igazából ezt tartjuk a legnagyobb problémának. 7-8 felnőtt játékosunk dőlt ki, ezt azt gondolom nem csak mi, hanem minden csapat megérezte volna. Valószínű ez eredménytelenségnek az oka. Volt ennek is pozitív hozadéka, mivel így az akadémistáink szóhoz jutottak, tudtak játszani. Biztos jobb lett volna, hogyha a középmezőnyt vagy az elején helyezkedne el a csapat. Sokkal nyugodtabb légkör uralkodott volna, sokkal nyugodtabban lehetett volna játszani. Az NB2 tabelláját a 37 pontos Gyirmót vezeti, megelőzve a 35 pontos Zalaegerszeget. A 15 pontos Nyíregyháza 17. helyen várja a folytatást. Különösen nehéz a helyzetünk, próbálunk mindent megtenni a héten annak érdekében, hogy kijavítsuk a hétvégi hibákat, és felkészüljünk a soron következő ellenfélből. Ez eddig kisebb-nagyobb sikerrel jött össze, bízom benne, hogy a továbbiakban az hátralévő 4 meccsen pontokat tudunk szerezni. A Spari az őszi szezonban a Soroksár és a Mosonmagyaróvár ellen hazai környezetben, Gyirmúton és Kazincbarcikán pedig vendégként lép még pályára. A 98-szoros válogatott kapus Szuper Levente és a Magyar Jégkorong Szövetség szakmai alelnöke Kovács Zoltán tartott élménybeszámolóval egybekötött toborzót Nyíregyházán. Az országos rócsó célja, hogy minél több fiatallal megszerettessék a sportágat. Nyíregyházán ez év elején adták át a fedett jégpályát, amelyet azonnal birtokba is vettek a szabolcsi solymok jégkorongozói. A megyeszékhelyen is cél az utánpótlásbázis növelése, és ez a törekvés egybeesik a Magyar Jégkorong Szövetség szándékaival. A sportág vezetése másfél évvel ezelőtt indított el egy rutsót, hogy népszerű jelenlegi és korábbi hokisok segítségével megkedveltessék a sportágat a gyerekekkel. Szerdán Nyíregyházán a korábbi 98-szoros válogatott kapus az Egyesült Államokban több szezont eltöltő Szuper Levente tartott élménybeszámolót a fiataloknak. Egy kis gyereket mivel lehet megfogni? Játékkal, mosollyal, ajándékokkal, és hát egy nagyon speciális közeggel. Tehát ugye a jégkorong sport önmagában is egy nagyon speciális sportág, már csak azért is, mert jégen játszuk, és csúszik, és vicces, és el lehet esni, nagyokat lehet esni, nagyokat lehet csúszni, anélkül, hogy megütnénk magunkat, mert ugye védőfelszerelés van rajtunk. És hát gyakorlatilag ugye a felszerelés is nagyon különleges, tehát engem is, amikor elkezdtem játszani, a különleges védőfelszerelések is annak kinézete fogott meg, tehát abszolút egy jó programot szoktuk a gyerekeknek adni. A szövetség szakmai alelnöke elmondta, hogy jelenleg 22 fedett pálya van az országban. A jégfelület még mindig kevés, mivel nagyon sokan akarnak jégkorongozni. Köszönhetően a TAOS programnak, a támogatási programnak tulajdonképpen 10%-ért meg tudják venni a gyerekek a felszerelést, hiszen a 90% jöhet az egyesületi támogatásból, és ez azt jelenti, hogy már nem számít drága sportágnak, hiszen ha a korcsárnak csak a 10%-at kell kifizetni, vagy a fejvédőnek, akkor ez már egy szerényebb fizetésű családfőnek is megengedhető, hogy vegyen a gyerekének ilyet. Ráadásul a Jégkorong Szövetség is támogatja a klubokat, tehát kezdő felszereléseket adunk minden helyszínen. Tehát akik elkezdik a hokit, azok általában az egyesületen megkapják ingyen a felszerelést. És azért azt tudni kell, hogy a jégkorong 18 éves korig szinte nulla sérülés van, hiszen minden porcikájuk védett a játékosoknak, nyakvédő, fejvédő, arcvédő és a többi. Tehát igazából attól se kell aggódni, hogy sérüléseket szenvednek el a gyerekek. A találkozó második részében a gyerekek a hokiütőt is kézbe vehették, a vállalkozók kedvűek pedig a jégre is rámerészkedtek. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden.
Országosan 5%-kal növekedett a hazai turizmus az év első 9 hónapjában a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A 2018-as felmérés alapján a megyében is fellendülés tapasztalható az ágazatban. Itt 3%-kal több vendégészakát töltöttek el a belföldi vendégek ebben az évben. A legtöbb gépkocsi vezető a nyári gumiabroncsok cseréjét általában a havazáshoz időzíti. Érdemes azonban hamarabb felkeresni a gumiszerelő műhelyeket, mivel a nyári abroncsok 7 Celsius fok alatti hőmérsékletnél megkeményednek, nem tapadnak megfelelően, és függetlenül az aszfalt nedvességétől csúszósá válnak. Hasznos tanácsok, érdekes előadások, illetve hazai és nemzetközi kapcsolatok építése. Ez a célja az idén is megszervezett Fiatal Vállalkozók Hetének. Az országos szintű rendezvény sorozat megyei eseményén is bemutatkoztak a régióban élő sikeres fiatal vállalkozók, de a startupok indításához is kaptak segítséget az érdeklődők. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 14-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Anticiklon peremén helyezkedik el a Kárpát-medence, északkeleti áramlással napról napra hidegebb levegő érkezik fölénk. Az előttünk álló éjszaka kevés gomoly felhő várható, csapadék nem valószínű. Az északi szél helyenként megélénkül, reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben kevés gomoly felhő, sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 11 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg fronti hatás van térségünkben. A következő napokban északkelet felől egyre hidegebb, de száraz levegő érkezik fölénk a magasban. A hét végéig sok napsütésre számíthatunk, ám ennek ellenére csökken az éjszakai és a nappali hőmérséklet is. Hazánk egyre nagyobb részén várhatóak éjszakai fagyok.